A 3 évvel ezelőtti párizsi terrortámadásokra emlékeztek a francia fővárosban. A vérengzés egyik helyszínén léggömböket engedtek a magasba, annyit, ahányan ott életüket vesztették 2015. november 13-án. A francia kormányfő a Saint-Denis-ben lévő emléktáblánál helyezett el koszorút, nem messze a Stade de France-tól, ott, ahol a dzsihadisták az első támadást végrehajtották. Az emléktáblán szereplő név Manuel Diassé, azé a férfi, aki akkor halt meg, amikor a közelében egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát a stadion D kapujánál. 2015. november 13-án este több helyszínen csaptak le a terroristák. Stadionnál robbantottak, koncertteremben ejtettek túszokat és kezdték egyenként kivégezni őket. Étteremben és utcán nyitottak tüzet civilekre. A vérfürdőért a magát iszlám államnak nevező terrorszervezet vállalta a felelősséget, bosszúból, amiért Franciaország beavatkozott a dzsihadisták ellen Irakban és Szíriában zajló háborúba. A francia kormány szükségállapotot rendelt el az országban, mozgósították a katonaságot, bevezették az ellenőrzést a határokon, és könyörtelen háborút hirdettek a terroristák ellen. A terrortámadásokban összesen 130-an haltak meg.